Sziasztok! Szia! Úgy hallottuk, hogy itt Villányban híresen nyugodtak az emberek. És mi is a lelki egyensúlyt keressük, azért jöttünk. Foglaljatok helyet a szüleinket. Ászanákkal kezdünk, hogy... Szerintem egy kis elhangolódással kezdünk. Esetleg egy széket, vagy egy padot, vagy... Hát inkább most vedd le a cipődet, és próbálj meg elhelyezkedni kényelmesen a szőnyegeden, keresztezett lábújlésben. Kényelmesen? Kint vagy a természet lágy ölén. Ez nekem nem annyira lágy ez az egész. Tenyér végig a matracon marad. Nagyon jó. De akkor hogy feszítem? Feszítsd az itt, hozd tónusba őket. Oké, és most, szóval, újra ezt tesz, az a kihívás. Érzed ezt? Mit? Hát ezt a nyugalmat. Ez tényleg nagyon nyugodt. Azért ezt el tudnám képzelni. Csönd van. Szerintem ezt keressük. Kezdj csokkolom, ne tessék haragudni. Lehet egy kérdésünk? Csokkolom. Természetesen. Sziasztok. Mi a nyugodt élet titka? A hosszú séták. Más-e valami esetleg? Hát, konyha. Aha. A konyha, az mi? Az jó. Jókovászos kenyér, három összetevő, liszt, víz, só. Körülbelül 800 g-os kenyereket csinálunk, tehát körülbelül ez egy kenyérnyi. És ezt meg tudjuk úgy hajtogatni, hogy csak simán így behajtott középre mind a négy sarkát, utána átforgatod, és akkor így aláforgatva egy kicsit lehet feszesíteni. Ti napközben pékség vagytok, este meg étterem? Mi úgy szoktam magunkat definiálni, hogy gasztroműhely. Adunk egy szép reggelit, hogyha visszarendeződünk, megcsináljuk az összes kenyeret egész napra, majd utána este nekelünk a főzésnek, és akkor este adunk egy szép menüt, az is általában olyan alapanyagokkal, amit a környéken fellelehető. Jó, adok nektek is, és akkor megpróbálhatjátok. És miért pont palkonya? Valami van itt a levegőben, ez is minden borvidék gyönyörű, de szerintem a Villányi borvidék az egyik legszebb. Csodálatos környezetben élünk, gyönyörű természeti adottságokkal, és a borok pedig sehol máshol nem ilyenek, a vörös borok. És mit kóstolunk most? Ugye mi kitaláltuk itt többen, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy olyan közösségi bora egy borvidéknek, ahol több termelő készíti ugyanazon a márka néven a... Azt hittem, hogy úgy közösségi, mint a roller, hogy reggel nálam van a palack, délután a barnánál. Mindenki baromi sűrű nagy bort akar csinálni, de megkérdezett, hogy mit iszol hétkezni, akkor mindenki azt mondja, hát portugézert, mert az egy lágy, gyümölcsös. Uh-huh. És hogy miért nem lehet az egyszerű lágy, gyümölcsös borba egy kis spiritus belevíve valami izgalmasabbat csinálni. És akkor az volt, hogy több mint a fele legyen oportú, ezáltal nagyjából egységes lesz, de mindenki a szája íze szerint tudja a többi fajtával házasítani, és akkor lesz belőle egy ilyen kis komplexebb. De egy délutáni ivós, könnyű vörös bor. És mi az Y a red végén? Az volt az ötlet, hogy a Villányi borvidéknek az új generációs bora, legyen a szívük Y generációs bora, az legyen egy vörös bor. Azért vagyunk itt Villányban, hogy megtaláljuk a belső békét. Szerinted hol lehet megtalálni? Hát én szerintem a természetben. Na, és akkor itt most merre nagy okos? Kövessük az ösztöneinket. Milyen ösztöneinket kövessük? Már ha az ösztöneimet követtem, van ide sél. Jó, ez igaz. Menjünk arra. Gyere már, Márkó! Mi van? Aj, mi van? Gyere! Mi van? Mit? Ott volt az előbb. Gyere légy szíves, de tényleg, Barna, menjünk már. Meddig bírja egy ember folyadék nélkül? Kb. 3 nap. Nem bírja 3 napot, biztos. De 3 nap, ilyen körülmények között biztos, hogy nem. De nézd meg, milyen meleg van. De nem a Marson vagyunk. Egy-két órája. Hát itt nem fog megtalálni senki. Miért ne találna meg? Mi itt vagyunk a semmi között. Nézd, ott egy ember. Mert én ezt fellövöm. Most fellövöm. Hogy kell fellőni? Adjál gyufát. Nincs nálam gyufa. Hoztál füstjelzőt, de nem hoztál gyufát. Hát én nem tudtam, hogy ezt meg kell gyújtani. Hát akkor meg minek hoztál? Ha-ho! Segítség! Fú, Sándor, olyan jó, hogy megtaláltál minket. Tele volt bögyökkel, férfi kórus, szarvasbőgés, valami borzasztó. Mit szólnátok egy Cabernet Franchoz? Hát azt nagyon szívesen. Ez miben más, mint egy
átlagos vörösbor. A Villányi Franc, vagy ahogy mi hívjuk, Cabernet Franc, itt találta meg Villányban az otthonát. Az éghajlat, a talaj, és természetesen azok az emberek, akik ezt összefogják és elkészítik. Minden tökéletesen passzol, hogy egy harmonikus, testes, de szép beltartalmú vörösbor csináljunk. Mint a barna. Úgy értem, harmonikus. A testes. Szép beltartalmú. Milyen ízvilága van ennek a barnak? Egyszerre benne van a fűszeresség, ami jöhet a hordóból, ugye jöhet a fajtának a sajátosságából, jöhetnek pirosbogyós gyümölcsök, és ugye ezek jöhetnek párhuzamosan is, tehát ugye van, ami a hordóból, van, ami a szőlőből, az erjedésből jön, és ezeket, hogyha együtt érezzük, akkor jönnek olyan ízek, ami esetleg már az érlelés során alakul ki. Mi most azt keressük itt Villányban, hogy mitől találnánk meg a lelki békét, neked mi az egyensúlyt, a nyugalmat? A vörösbor. Olvastam, hogy itt nagyon jó a vinoterápia. Miért ne lenne jó, hogy egy kád forró vízben, gyere iszunk egy kocsbort? Figyelj, már most elengedtem magam. Kíváncsi vagyok, mennyire lesz testes? Inkább tanninos. Ez egy hordós. Picit gyümölcsösebb. Azt hittem, hogy ijadunk egy kocsbort. De most mi? Most ki kell vinni a kádból? Amúgy neked már hat? Kicsit a lábam már egy kicsit berúgott. Figyelj, szerintem csak próbáljuk meg ellazulni. Jó estét kívánok, hogy mutassam meg gyönyörű fricinke. Ez egy rozé frizantén. Merlot és Menoir-nak a küvéjéből alkottuk, és gyönyörű habzó borocskánk. Nagyapám is meghívták egyébként. Megkóstoltatnom a nőkkel. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönjük. Mi a különbség a habzóbor és a pezsgő között? A pezsgő az éllelve van, a habzóbor az nincs éllelve. Ez rögtön friss, üde és belelővelt szénsavat tartalmaz. Egészségükre. Köszönjük szépen. Ezt jól belelövelték a bubikat. Jó estét kívánok. Estét. Jó estét. Szeretném önöknek elkészíteni a borhoz ajánlott fogásunkat, ami egy libamáj pástétom, egy itt látható vadkovászos gyümölcskenyéren. Mi készítjük itt a saját kovászunkkal. Ő a libamáj pástétom, egy erezést követően egy éjszakát jeges tejben ázik, aztán utána történik a sózás, fehérbors és gyakorlatilag egy pici köri, amivel fűszerezzük, illetve kopár seprőpárlattal ízesítjük. És ez vegán a libamáj? Nem. Ezért kellemesen elfáradtam. Mozgalmas nap volt. Ja, de azt hiszem sikerült azért lenyugodni. Működik ez a villány. Hát ja, én érzem a harmóniát. Na most már csak bedőlni az ágyba. Jó ét! Jó éjszakát! Márkó! 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 Nem működik a kártyám! Mesélsz még egy picit a karaszt. Mesélsz a karakteriszt. Ez egy nehéz szó. Tudsz mesélni a jellegéről? És az a kérdés, hogy az egribika szereti az egribika, tehát hogy ő megissza, hogy... Vagy lefetyeli. Táplálkozás miért teszik. De amikor ugye degorzsáljuk, tehát ezt a bizonyos... Ott hogy ne? Én ma reggel is degorzsáltam ott. Állandóan degorzsálok. Nem kellek falu, úgy, tehát persze. Degorzsálás.